szó után jöjjön egy kis dal. Bálint, téged szólítalak. Bálint jelenleg Kőszárhegyen él, katona volt, végigjárta a rendfokozatok hosszú sorát. Sok állomás helyen volt, sok városban, sok beosztottja volt, sok ismerőse, sok kolléga, és mindig szeretett nótázni. Csak még nem vallotta be nekem, de most a plénum előtt kérdezlek. Amikor te sorban álltál, neked kellett-e énekelni? Természetesen. Én nekem kellett a legjobban. És amikor parancsnoki beosztásban voltál, a katonáidat úgy vezényelted, hogy nótát? Természetesen. És nem volt kecmec, hogy mindenkinek énekelni kellett. Én is többek között mindig azzal kezdtem a dolgot. A tiszti iskolán voltál-e valamilyen énekkarban, vagy? Természetesen én mindig megragadtam a lógásnak a lehetőségét. Hát a katona ember csak úgy tudott egy kis szabadidőt, vagy éppen a városba kimenni, ha irodalmi színpados volt, vagy énekkaros volt, és akkor hát a sok fiú közül egy ilyen lánygimnáziummal, mindig összejöttünk, és akkor hát persze mentünk mindig a barátaikkal, a taggal. Igaz, hogy nem tudtunk színészkedni olyan jól, mint ahogy kellett volna, de azért... Azért megjött minden. Igen. Sikere volt. A társaságban mindig tudom, hogy a középpontba szerettél helyezkedni, és amikor már a jó kedv odáig eljutott, akkor mindig elindítottál valami szép nótát, hallgatót is, csárdást is, gyorsat is. Tudom, hogy a környék falvaiban gyakran szerepelsz, falunapokon, Böllér mellett, disznóvágáskor, sokat szerepeltél már a Ki mit tudon is, tagja vagy a Nóta kedvelő klubjának. Én a Bálintot ott ismertem meg, nem is tudtam, hogy katona volt. Csak a Nóta klubban ott van, én meg ott, aki próbál. Szóba elegyedünk, mondja, hogy ő katona. És mondom, miért nem jössz a Honvéd nyugdíjas klubba? Hát éppen most akar kilépni, mert hogy... Hát mondom, az énekkarban ilyen hanggal szívesen látnak. Azt mondták, hogy a karvezető, a Ria, az nem engedi, hogy a fiúk belépjenek a énekkarba. Mondom, és kitől kérdezted? Hát ő mondta, meg ő mondta. Mondom, de én vagyok a Ria, és én tudom, hogy szívesen látom a fiúkat is az énekkarba. Egyébként addig a zongora kísérőnk Gyuri bácsi volt a egyetlen fiú, aztán sikerült a Rábai Karcsit megszerezni. Ő a Gyuri bácsinak volt sorkatonája akkoriban régen, és ő is valamikor a 60-as években a Helikon ünnepségeken tűnt fel, de vállalta, hogy nyugdíjasként jön. Aztán jött a Bálint, bevalljam, hogy nem is tudtam sokáig Bálintnak szólítani, mert olyan Dávidos volt. Olyan, na, ha nagyon belelendülök, akkor még most is ledávidozom szegénykének. De a Ki mit tudon is rendszeresen szerepel, sőt, a gála műsoron a színházban is. Hányszor is szerepeltél a színházban? Hát már vagy harmadik alkalommal. Lajosunk, a fotóművészünk, jó volt távol, megvannak a dokumentumok, igen, róla. Na, és akkor mit hallunk most tőled? Hát megpróbálkoztam ilyen magyaros dalokkal, betéti dalokkal, hát mondom, nem csak a Karcsinak kell már énekelni ilyen operetteket, de hát megpróbálok ilyen hasonló dalokkal kedveskedni nektek. Köszönjük, várjuk szeretettel a nótádat. Thank you.
csendő, egy nóta még. Mit szunnyadott már a szívemben? A dajka nóták emlékek él, Zsuzsó hajtás, szlávigént a szív. Hazámba vágyom, Dunati szapartja vár. Szebb ott az álom, szebben dalom. Lehullott a rezgő nyárfa, arany színű levél. Hogy de hullott, elsodorta azt az ősz hideg szem. Rá volt írva egy levél, Rózsámtól az üzenet. Isten veled édes, Isten veled kedves, együtt élünk. Elmúlt az ősszel az orti, jött a szép ikeret. Ó, rajtott az a nyárfa, arany színű.
nékem is volt egy levélem, gyöngy harmaddal az írva. Isten hozzád édes, Isten hozzád kedves, visz nekem a sírba. Nékem is volt egy levélem, gyöngy harmaddal az írva. Isten hozzád édes, Isten hozzád kedves, visz meg engem a édesanyám, visszavár a szép magyar.